Családja, barátai, tisztelői körében a sóstói temetőben kísérték utolsó útjára az életének 93. esztendejében elhunyt Hada Tibort, a bélyeggyűjtők, hagyományőrzők, cserkészek, városvédők doyennyét, a székesfehérvári közélet megkerülhetetlen személyiségét, városunk elismert polihisztorát. Tibi bácsi az elmúlt évtizedekben történeteivel, sok irányú szenvedélyeivel is megismertette a város polgárait, nagyívű közéleti szerepvállalásainak legfontosabb pillanataival, amelyek kincsek a mában is. Tibi bácsi 6 éves korában szeretett bele a bélyeggyűjtésbe, és azóta különböző tematikában hódolt szenvedélyének és számtalan korszakos kiállítással gazdagította a bélyeggyűjtők nagy családját és városunkat. Egyedülálló gyűjteménye méltán ad okot a főhajtásra. Hada Tibor lelke Jobbik felével 4 gyermeket nevelt fel, 12 unoka és 7 dédunoka vette körül szeretetével. Szép emlékeket őrizve tekinthetett vissza a múltra. Utolsó személyes találkozásunkkor úgy fogalmazott, szerencsésnek érzem magam, hogy világ életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Emlékét megőrizzük.